A magyar kormány megmenteni a szlovákiai magyar kisiskolásokat, marad a közepes terrorfokozat, Szimicsko idővel bővíteni a magyar honvédség jogkörét, népszerű és motiváló a lakáshitel kafetéria. Köszöntöm Önöket, Tóth Mihály Nikolett vagyok. Már is mondom a részleteket a nagyvilágból, az országból, itt a Rádió Orienten. A szlovákiai magyar pedagógusok szövetsége szerint a szlovák parlament közoktatási törvénye veszélyezteti a kisiskolák fenntartását. 900 millió forintra lenne szükség. A magyar kormány átmeneti segítséget ígért a magyar közösség pártjának. A belügyminisztérium indokoltnak látja a korábban elrendelt 3-as közepes terrorfokozat fenntartását, tudatta a tárca szerdán közleményében az MTI-vel. A BM szinten tartja a korábban már bevezetett biztonsági intézkedéseket, közölték az MTI-vel, miután munkaértekezleten tekintették át Magyarország terrorveszélyeztetettségét a terror elhárítási központban. A honvédelmi miniszter szerint érdemes végig gondolni, hogy a jövő kihívásai indokolttá tehetik-e a magyar honvédség jogköreinek későbbi bővítését. Szimicsko István akár a parlamenti pártokkal is egyeztetne a kérdésben. A tárca vezető hangsúlyozta, fontos, hogy ebben az együtt gondolkodásban mindenki részt vegyen. A Trend Inspiration kutatása szerint a magyar munkavállalók 28%-a rendelkezik valamilyen lakáshitellel. A felmérés rámutatott arra is, hogy az érintett dolgozók 71%-a igénybe venne olyan juttatást, ami hozzájárul a hitelük törlesztéséhez. A lakáshitel kafetéria az egyik leginkább motiváló béren kívüli juttatás a munkavállalók számára, ugyanakkor az adómentességének köszönhetően a munkaadó is jól jár. Ma hazánk nagy részén ragyogó napsütés várható, főként a nyugati területeken növekedhet meg a felhőzet, délelőtt északnyugaton még élénk lesz a légmozgás, napközben -2 és +1 Celsius fok közé melegszik a levegő, gyenge hidegfronti hatás van érvényben. Köszönöm a figyelmüket, a Rádió Orient híreit hallották, hírekkel legközelebb, 1 óra múlva jelentkezem. Mindenkinek boldog, békés új évet kívánok!